A súlyapark átadása még várja a jobb időt, amikor is a zöld terület teljes szépségében pompázhat. 2023-ban két projekt valósult meg, és mindkettő nagyban növeli a timári lakosok komfortérzetét. 2023-ban két projektet sikerült befejeznünk. Az első az ivóvíz minőségjavító program, amely egy 6 éves projekt, úgyhogy nagyon örültünk ennek, hogy ebben az évben befejeződött. Amilyen nehezen indult, olyan sikeres volt, és rövid időt vett igénybe a megvalósítás. Szintén tavaly kezdődött a sólyapartnak a kiépítése, ez is egy több éves álom volt, de most az éven ezt sikerült befejeznünk, tavaly kezdődött ez is, és egy zöld felület került kialakításra a görögkatolikus templom szomszédságában. Sólya Miklós szülöttről neveztük el, Sólya Miklós emlékpark lett. Megindult a külterületi útberuházásunk, vállalkozási szerződést aláírtuk, jövő tavasszal várható a befejezés. Nyilván a gazdasági helyzet miatt egyre kevesebb a pályázati lehetőség, a településeknek szintén a nehéz gazdasági helyzet miatt nincs annyi önerőjük, úgyhogy reménykedve várjuk most a pályázati lehetőségeket 2024-ben. Magyarország kormánya programot dolgozott ki országos és régiós szinten azokra a településekre, ahol az ivóvíz minősége nem felelt meg a rendeletben meghatározott értékeknek. Ezek közé a települések közé tartozott Tímár is. A polgármester asszony azt is elmondta, terveik között szerepel az utak és az intézmények korszerűsítési munkálatainak elkezdése.